Így van, Simicsko István miniszter úr, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Milyen feladatai lehetnek a honvédségnek? Nyilván az erről szóló törvény módosítása majd szeptember végén kerül a parlament elé. Hát ugye a jelenlegi honvédelmi törvényben és a hatályos törvényben is határvédelmi feladatai vannak a magyar honvédségnek, és nyilván most ebben a rendkívüli válsághelyzetben, amely soha nem látott népvándorlás jelent, ez egy új kihívás jelent mindannyiunk számára, és ilyen értelemben a magyar honvédség számára is. Az egész unió keresi a megoldást, elég lassan ez igaz. A magyar kormányfő viszont ebben a kérdéskörben is határozott, és konkrét lépéseket tettünk az elmúlt időszakban annak érdekében, hogy a magyar emberek biztonságát tudjuk növelni, tudjuk garantálni. A Magyar Honvédség egy kiváló szervezet, nem tehetjük meg, hogy egy ilyen szervezetet nem alkalmazunk, nem működik közre ennek a válsághelyzetnek a kezelésében, és én azt hiszem, hogy a magyar rendőrség munkáját segítenie kell a Magyar Honvédségnek. Tehát a törvényi szabályozások, ezek fontos dolgok, hiszen jogállamban élünk, polgári demokráciában, ahogy az előbb is elhangzott. Azt hiszem, hogy ezen keretek között kell meghatározni a Magyar Honvédség ilyen típusú feladatait is, és itt természetesen a magyar rendőrség intézkedik a jövőben is, mint hogy most is ez kiválóan teszi, és segíteni kell, közre kell működnie, biztosítania kell a magyar rendőr szakszerű működését és intézkedéseit a magyar katonáknak. Ez a feladata, de most elsősorban egyébként ez egy jogszabályi környezet, a legfontosabb és a legsürgető feladata a biztonsági műszaki határzárnak a befejezése, megépítése, mert ezzel tudjuk hatékonyabban kezelni ezt a tömeges méretű illegális bevándorlást. Vannak határátkelő helyek Magyarországon, sajnos fizikai határ ebben az értelemben nincs, majd most lesz, ez megépül, ez a munka óriási erőfeszítéssel zajlik, köszönet azoknak az embereknek, akik mai napig is ott dolgoznak és végzik a munkájukat, még több ember kell. Én tegnap beszéltem a vezérkari főnök úrral, még több katona megy a határa, hagy gyakorlatokat. Most a jelenlegi, ma reggel beszéltem 6:30-kor a vezérkari főnök úrral, több mint 2000 magyar katona van a határon. És ugye egyrészt épül a határzár, a fizikai határzár, ezt be kell fejezni, és közösen együttműködve a rendőrségre, büntetés végrehajtással építik a kollégák, a szakemberek. És emellett pedig szükség van olyan hadgyakorlatokra, olyan felkészítő tréningekre, amelyekkel a katona el tudja látni majd ezt az új típusú feladatát, amivel most szembesült, és ezt meg fogja tudni oldani. Ez az a mozgósítás, ami egyébként így most Hódmezővásárhely baja térségében így van. Arra járunk találkozhatunk. Így van. Tehát vannak határátkelőket, oda kell terelni a menekülteket, tranzit zónákat kell létrehozni, ez a munka is elindult, és aki ténylegesen politikai menekült, természetesen megvizsgálva, regisztrálva, akik együttműködnek, azokat be lehet engedni Európába, és már az Unió később eldönti, hogy mi lesz velük, meg ők maguk is eldönthetik, de az biztos, hogy nem lehet ilyen mértékű, illegális bevándorlót szabadon beengedni az országba, és nyilván mi ezzel nem csak a magyar határokat, hanem Európát is, a schengeni határokat is védjük. Mi komolyan vesszük a schengeni megállapodást, és betartjuk a törvényeket, és betartatjuk a törvényeket. Említette miniszter úr a tranzitzónákat, ugye erre a törvény lehetőséget biztosít kettől, akkor az a három meg is épül kedden, tehát már az a rendelkezésre is fog állni? Természetesen aztán meglátjuk, hogy ez elegendő lesz-e. Ugye ezek a tranzitzónák Szerbia felé nyitottak lesznek, ez nem magyar területen lesz, és ott egy... Ezek olyan állomás helyek, ahol egyébként 8 napos határidő alatt le lehet Franciáknál folytatni. Franciáknál 3 hónapos ez, ugye? Így van. Most gyorsították föl 90 napra az eljárás, mi 8 nap alatt. Magyarország 8 nap alatt el fogja bírálni a menekült kérelmeket. Tehát ugye olyan felső területen lesz, csak olyan lesz, mint a tranzitzóna. Így van. Tehát nem számít belépésnek az ország területére az, ha valaki... Így van. És onnan nyugodtan vissza is lehet fordulni, aki meggondolta magát, és ráadásul egy biztonságos országban van. Tehát Szerbia egy biztonságos ország. Nem beszélve a Balkán többi országáról is, és Görögországról is, meg Törökországról is. Ezek mind-mind biztonságos országok. Tehát ezt én remélem, hogy az Európai Bizottság és az Európai Unió is ezt elfogadja, ezek biztonságos országok. Ha ténylegesen valaki mondjuk Szíriából menekül, mert ott veszélyben van az élete, a családjának az élete, ez egy szörnyű dolog. Ott van Törökországban, biztonságban van. Tovább akar jönni, azt meg kell indokolni, hogy miért akar tovább jönni. Tehát ez, amit mondunk mi következetesen, hogy nagy számban, 90-99%-ban, nem tudjuk pontosan, de nagyon nagy számban az emberek többsége gazdasági bevándorló, mert jobb élet reményében az Európai Unió gyenge játékszabályait látva megpróbál egy új sikeres életet élni majd, és egy tömeges népvándorlás indul el. Ez helytelen. Aki politikai menedékot kér, azt meg megvizsgáljuk, és nyilván azokat meg be kell engedni. Miniszter úr, az utóbbi napokban Röszkénél lehetett látni, nem csak ott máshol is, hogy kitörtek a menekült táborokból, vagy azokról a pontokról, ahol éppen megérkeztek a menekültek. Erre fel vannak a készülve, hogy ezeken a tranzitzónákból kitörnek-e, itt a honvédségnek lehet-e szerepe, bár tudom, hogy a határvédelme elsősorban a rendőrség feladata, hiszen a határőrség ebbe az állományba taglódott be.
Így van, tehát erre többek között erre utaltam az elején, hogy ilyen típusú helyzetek, ha lesznek, reméljük, hogy nem lesznek, de ha lesznek, akkor erre fel kell készíteni a Magyar Honvédség katonait, ezért ezeket gyakorolni kell, az ilyen életszerű helyzeteket, többek között ez a hadgyakorlat, vagy a hadgyakorlatok, amelyek előttünk állnak, ezt a célt szolgálják. Miniszter úr, többször fölmerült a kérdés, hogy lesznek-e fegyverek a honvédség munkatársainál, vagy a katonáknál, és lesz-e éles lőszer. Erre ugye többen válaszolták, hogy a rendőrnél is van éles lőszer, amikor intézkedik, mégse lőle senkit, aki átmegy a piroson vagy záróvonalon. Ez így van, hát most egy katona az nyilván fegyverrel katona, de egy biztos, hogy olyan eszközöket használhat, amely adott esetben civilekkel szemben a mai szabályok alapján is alkalmazható, tehát mint hogy a rendőrség is ezt megteheti. Tehát könnygázgránáttól kezdve, nem tudom én, gumibotig, tehát olyan önvédelmi eszközöket, amely a saját testépségét is védheti. Most nyilván, hogyha hatalmas méretű fenyegetés éri, amikor a testi épségét és életét fenyegeti valaki, vagy valakik, akkor természetesen fegyvert a rendőr mai napig használt, és a katona is használhat. Tehát ez egy olyan helyzet, amit tehát nem ebből kell kiindulni, abból kell kiindulni, hogy hogyan tudjuk egyébként törvényeket betartatni az ide érkező illegális migránsokkal. Mi pontosan azt szerint járunk el, hogy a schengeni szabályoknak megfeleljünk. Magyarország határait védeni kell, és ezek külső határok, schengeni határok. Nincsen, nem volt eddig fizikai védelem, nem is volt ilyen méretű tömeges népvándorlás, most ez egy új helyzet. Erre kell egy új válsághelyzeti kategória is egyébként, mert egyébként a ma hatályos honvédelmi törvény és alaptörvényünkben is vannak válsághelyzetek, különleges jogrend, rendkívül állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet és váratlan fegyveres betörés. Ez egy igen gazdag tárházát adja a különböző válsághelyzetek jogi rendezésére, meg eszközöket is rendel, meg hatalmi centrumokat is kielő, de ez az új típusú krízishelyzet, ez a népvándorlás ilyen korábban, ilyen méretű, ilyen gyors ütemű nem volt. Erre is föl kell készülnünk, jogszabályi környezetet teremteni, megfelelőet, és egyébként pedig nyilván a megfelelő szerveket, mind rendőrséget, mind pedig a honvédséget erre is fel kell tudnunk készíteni. És ezt tesszük most. Itt a végére, miniszter úr, ugye nem tudjuk, hogy mennyien fognak jönni az ősz hátra lévő részében télen, amikor a földközi-tengeri átutazó lehetőség csökken, annak a lehetőség, hogy hideg lesz a tenger. A fokozott migrációra is fölkészült a honvédség, vagy fölkészülhet a honvédség? Hát nézze, amit lehet saját erőből. Tehát itt azért Magyarország saját erőből építi ezeket a biztonsági berendezéseket, képzi a katonákat, felkészíti a rendőrséget, fizeti őket ezekben a helyzetekben. Tehát óriási energiákat áldoz arra, hogy a magyar emberek biztonságát garantálja. És ezen keresztül a Európai Unió biztonságát is garantálja. Tehát ez egy olyan erőfeszítés, és azt látom, hogy azért én bízom benne, hogy előbb-utóbb az Európai Unió vezető politikus is elismerik ezt. Mert őket is védjük, az ő dolgokat is megkönnyítjük egyébként. Nem érzékelték ezt a bajt. Orbán Viktor miniszter, amikor érzékelte ezt a problémát, ő volt az első, aki ezt felvetette. És egyébként úttörők vagyunk ezekben a lépésekben is, és nem nagyon tudnak jobb megoldást találni. Nincs. Milyen megoldás lehet? A határzárat meg kell építeni, kerítés kell, ezen keresztül lehet a legális határátkelő helyekhez, amelyek vannak, oda terelni az embereket, és ott lehet kontrollálni őket. Hát ránk zúdul, nem tudjuk, hogy hány terrorista, ki tudja, hogy potenciális terrorista, ki tudja, hogy ki jön be az országba, regisztrálás nélkül zúdultak Európára ezek az emberek. Kontroll kell, törvények kellenek, be kell tartani, mindenkire vonatkoznak a törvények. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is.